Így vették birtokba a több mint egy kilométer hosszú gokártpályát a gyerekek szombaton délelőtt. Heitler Kornél nem egyedül érkezett seregélyesre, és elmondta azt is, az élmény minden várakozását felülmúlta. Igazából nagyon vártuk a Dávida. Igazából teljesen más képzeltünk el, mert azt hittük, hogy egyedül fogunk egy gokártot vezetni. A seregélyesi gokártozás az első állomása volt annak a projektnek, amely az iGenerációért Egyesület szervezésében valósult meg. Ennek keretében olyan gyerkőcöknek próbálnak meg élményt szerezni, akik nem a saját családjukkal élnek, hanem nevelőszülőknél vagy intézetekben. Sokféleképpen segítünk, meg igyekszünk nagyon-nagyon sokat segíteni, jótékonykodni, de volt bennünk egy retro hangulat, ugye a Tibi bácsi három kívánsága, hogy ez milyen jó kis történet volt, és mennyi minden fantasztikus dolgot sikerült Tibi bácsinak adni élményben a fiataloknak, és mi is erre gondoltunk, hogy élményként adhatnánk dolgokat olyan fiataloknak, akik esetleg ezt nem engedhetik meg, vagy nem jutnak el ide. De a gokárt élmény csak egy a sok közül. A szervezők a jövőben is tervezik, hogy igényes és sokrétű szórakozást nyújtanak különféle programokon keresztül a kicsiknek.